Sziasztok, izomvadászok, és üdv az új videóban! Ma adok 5 tippet a hardgainereknek, ami azt jelenti, hogy nem tudsz se súlyt, se tömeget felszedni, úgyhogy kezdjük az intróval. Az első tippem az az edzés. Manapság már szinte köztudat, hogy a tesztoszteron kell az izom növeléshez. Tesztoszteron minden férfiben is van, minden nőben is van, a nőkben sokkal kevesebb, mint a férfiakban, ezért is nevezik a tesztoszteront a férfi hormonnak. Tehát az a hormon, ami eléri, hogy nőjön az izmunk, vagy akár a szakállunk. Na, a tesztoszteron szintet szépen tudjuk magasabbra vinni súlyemeléssel. Tehát, hogyha még nem kezdted el az edzést, akkor itt megtaláltuk az első problémát. Kezd el az edzést súlyokkal, és csináld lehetőleg magas súlyokkal. Hogyha még kezdő vagy, tehát hogyha még csak kezdted a sportot, vagy hogyha még fiatal vagy, akkor kérlek ne, akkor először is edz legalább egy fél évet, kicsit kevesebb súlyjal, inkább magasabb ismétlésszámmal, és az legyen a cél, hogy majd olyan szinten legyél, hogy annyira fit legyél, hogy tudj magas súlyokkal edzeni. Itt arról beszélek, hogy mondjuk 5 ismétlés, úgyhogy az 5. ismétlés az épp, hogy megvan. Tehát olyan magas súlyokkal edzel, hogy épp, hogy tudsz kinyomni 5 ismétlést. És akkor magas súlyokkal edzel, és erről pedig vannak tanulmányok, hogy az igenis szépen feljebb viszi a tesztoszteron szintet, ami azt jelenti, hogy jobban is nő majd az izomzatunk. A második tippem a zsírok. Teljesen mindegy, hogy mi a célod ebben a sportban, vagy súlyt veszteni, vagy súlyt felszedni. Figyelni kell a kalória égetést, hogy te mennyit égetsz, és hogyha többet viszel be, akkor felszedsz súlyt, hogyha kevesebbet viszel be, mint amennyit égetsz, akkor veszítesz súlyt. Tehát neked többet kell enned, mint amennyit égetsz, és akkor szedsz fel súlyt. Ebben most a zsírok nagyon szépen tudnak segíteni, mivel 1 g zsírban van 9 kalória, hogyha például nézzük, hogy a szénhidrátban mennyi van, ott 1 g 4 kalória. Ugyanúgy a fehérjénél is 1 g 4 kalória. Tehát 1 g zsírban több mint a duplája van így kalóriából. Tehát a zsírokból kellene neked most többet bevinni, hogy több kalóriát tudj bevinni, hogy súlyt tudj felszedni. Általában egy hardgainernek az a problémája, hogy nem tud annyira rohadtul sokat enni, mint amennyit kellene, hogy végre felszedjen súlyt. Ismerem ezt a problémát, és ezért mondom, hogy a zsírok ebben nagyon szépen tudnak segíteni. Most, hogyha azt mondom, hogy zsírok, nem rögtön arra gondolok, hogy csak zabálj tele magad bármiféle kajával, ami jó, totyog a zsírban. Nem, most nem gyors étterembe kellene rohannod, tényleg kellenek minőségi élelmiszerek, kellenek minőségi zsírok is. Minőségi testet szeretnél építeni, tehát minőséget is kell adnod a testednek. Minőségi zsírokkal arra gondolok, hogy egészséges élelmiszerek, egészséges féle zsírok, mint például, amit ajánlani tudok, kókuszzsír, vagy olívaolaj, diófélék, lenmagolaj. A lenmagolaj az igazából mindenkinek tudom ajánlani így a mindennapos életébe beleépíteni. Lenmagolaj, és hogyha mondom, hogy diófélék, akkor tényleg mondjuk rendes dió, mandula, ilyesmi. Most majdnem folytattam a harmadik tippel, de még egy fontos zsírforrásom van, amit én imádok, és az a mogyoróvaj. Hogyha te nem imádod a mogyoróvajat, akkor nem tudom, hogy mi nem stimmel veled. A mogyoróvaj iszonyat finom szerintem. Írjátok a kommentekbe, hogy nektek mi a vélemény a mogyoróvajról. Én imádom, és tényleg tudom adni tippként hardgainereknek. Most jön a harmadik tipp. És a harmadik tippem az az edzés után. Nagyon fontos, hogy edzés után mit csinálsz. Jobbik esetben azt csinálod, hogy eszel valamit és hogy iszol valamit. Pontosabban arra gondolok, hogy most az edzéstől stressz alatt áll a tested, ami azt jelenti, hogy a tested kiönt kortizolt, és a kortizol meg a stressz hormon, ami a tesztoszteron ellen dolgozik. Tehát a tesztoszteron az jó, a kortizol nem jó. Tehát nekünk most az a fő feladat, a kortizolt minél lentebb tartani, vagy lenyomni, leboxolni, és azt azzal érjük el, hogy például a szénhidrát vagy glükogén raktárunkat, amit most az edzéssel kiüresítettünk, minél gyorsabban visszatöltünk, illetve az izmainkat, amiket most stresszeltünk az edzéssel,
azoknak meg adjunk fehérjét minél gyorsabban. Tehát itt most tudom ajánlani, hogy igyál egy whey protein shake-et, és mellé mondjuk egyél egy banánt, vagy egyél valami mézes kenyeret, akár lehet fehér kenyér ilyenkor edzés után neked hard gainerként. Vagy amit én régebben csináltam, és ahhoz én is szerintem vissza fogok térni, mert az mindig is jól jött, edzés után csináltam két toast kenyeret, rá egy kis méz, rá egy banán felvágva szeletekre, és akkor ezt megettem edzés után, mellé a protein shake, és szépen fel volt töltve a testem. Tip numero 4 az a kreatin. A kreatin egy kiegészítő, amit már széttesztelték a tudósok, mindig ugyanazzal az eredménnyel, és az az, hogy szépen segíti kifejleszteni az erődet. Ami oda vezet, hogyha erősebb leszel, magasabb súlyokkal tudsz edzeni, tehát nő a tesztoszteron szinted, és a magasabb tesztoszteron szinttel pedig jobban tudnak nőni az izmaid, tehát te jobban elérheted a célod. Úgyhogy a kreatin egy dolog, amit igazából mindenkinek tudok ajánlani, mert nem kerül sok pénzbe, és nagyon nagy hatása van. Tehát, hogyha szeretnél magadnak kreatint rendelni, nézd meg a videó leírásban a linket, DB12-vel kapsz 12% kedvezményt. És az ötödik és utolsó tippem az, hogy igyál. Ezzel nem csak vízre gondolok, bár igenis fontos, hogy igyál elég vizet, az is nagyon fontos, főleg, hogyha elkezdenél szedni kreatint, akkor mindenképp, de arra is gondolok, hogyha mondjuk nem tudsz kajával elég sok kalóriát bevinni, akkor próbáld meg inni. Azzal most valami shake-re gondolok, hogy mondjuk edzés után nem csak protein shake-et iszol, hanem még csinálsz valami durva turmixot, ami egyszerűen szépen tele van kalóriákkal, és ezzel szépen fel tudod pusolni a kalória beviteled napi szinten. Itt most nem rögtön azt mondanám, hogy vegyél valami gain shake-et, vagy ilyesmi, azt is már mindenféle márkától lehet kapni manapság a piacon. Szerintem jobb, hogyha csinálsz magadnak egy turmixot, tehát tényleg te veszed meg a hozzávaló élelmiszereket, és valami jó, finom receptet követsz. Erről van recept videóm, de szerintem még fogok csinálni több ilyen recept videót is, tehát mindenképp nézd meg a, most valamelyik sarokba beteszem azt a linket, vagy azt a videót, és akkor csináld meg azt a receptet, 1000 kalóriás turmix. Kóstold meg, iszonyat finom, és segít az izom növelésben. És akkor ez volt az én 5 tippem a hard gainereknek izom növeléshez. Hogyha valahogy tudtam segíteni a videóval, akkor kérlek oszd meg a barátaiddal, és hagyj itt egy lájkot, és akkor találkozunk a következő videóban. Na csáááá!